miért fontos akár egy ilyen semminek tűnő probléma, hogy egy halat elengedünk a hévízi kifolyó csatornába, hogy ebből mekkora dominó effektussal jön létre végül erős túlzással ökológiai katasztrófa. Nem tudjuk, hogy mikor hoznak be egy olyan halfajt, mondjuk egy kígyófejű halat, ami aztán itt gyakorlatilag megtelepszik, és mindent kiírt. Magán kívül mindent ki fog enni. Mi a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen dolgozunk. Az elmúlt egy évben már ezt vizsgáljuk, hogy milyen dinamika fedezhető fel téli és nyári időszakban, felmelegedő, lehűlő időszakban ezeknek az idegenhonos fajoknak a terjedésében. Megvan. Csak hogy megmutassam, hogy mekkora az egyetszám, hogy még egy ilyen kis hálóval is ennyire könnyű fogni egy jaguár sügét. A hévízi tó kifolyó csatornájában állok, azzal a céllal, hogy kamerákat helyezzek el, ezáltal kameracsapdázzam a helyet, ugyanis érdekes módon itt ebbe a tóba olyan halfajok figyelhetőek meg, amiknek nem nagyon lenne itt helyük, sőt egyáltalán nincs itt helyük. Ezek a világ minden tájáról érkezett halak, dél-amerikai, ázsiai halak, amik nem őshonosak Magyarországon, és hatalmas problémát okoznak a jelenlétükkel itt, ugyanis az őshonos halfajokat veszélyeztetik agresszív viselkedésükkel, és erre érdemes felhívni a figyelmet. Én jelen pillanatban a saját eszközeimmel természetfilm útján próbálom felhívni erre a figyelmet. Ezek a halfajok ugyan melegvízű halak, és itt viszonylag jól érzik magukat, viszont szép lassan generációra egyre jobban hozzászoknak a hidegebb vizekhez is, ezért rengeteg más halfajt és egyéb más ökológiai problémát fognak okozni. A hosszú távon nem okoz nagy örömet majd nekünk, amikor esetleg a Balatonig eljutnak. Miért tesznek ide idegen fajokat? Kétféle oka lehet. Az egyik a jóhiszemű akvarista, akinek egész egyszerűen csak eladtak egy halacskát, ami 3 centisen cuki volt, aztán fogta magát, megnőtt 20 centisre, fogai lettek, és kifalja az akvárium többi kedves kis lakóját, és akkor ez a jóhiszemű akvarista úgy gondolja, hogy én nem szeretnék ennek a halacskának rosszat, mert hogy igazából olyan szép. És hát akkor majd kiteszem valahova, kiteszem ide hévízre, mert itt meleg van. Mert hogy itt úgy is túl tud élni. A másik része az pedig az, hogy előfordul olyan, hogy szánszándékkal helyezzük ki, már olyan tekintetben, hogy gazdasági hasznot remélve, könnyebben és gyorsabban megnő, és hogyha eljövök és megfogom, utána ezt sok pénzért tudom értékesíteni. Effektíve ezek a halak fogják és megeszik mondjuk az itthonos, őshonos halféléket. A probléma megoldását azt bízzuk a természetvédelmi szakemberekre, én senkit nem buzítanék arra, hogy engedély nélkül halakat fogjon ki a hévízi tó kifolyó csatornájából. A megelőzés az, ami jól tud működni, tudatosítani az emberekben, hogy ez nem az ő saját kis akváriumuk, ahol könnyebben tudják fölnevelni a halakat, illetve hogy az az adott szeretett hal, amit fölneveltek a saját akváriumukban, annak az adott egyednek lehet, hogy rossz, hogyha elpusztul, de a környezetnek viszont az lenne a jó, hogyha nem kerül neki a természetes vizekbe. És akkor mit lehet tenni a megunt akváriumi halakkal? Sok módszer van, és nem kell mindjárt fatálisakra gondolni. Én is fogadtam már örökbe. Ugyanúgy, ahogy kiskutyákat lehet örökbe fogadni, Facebookra föl lehet tölteni a megunt halunkat is, és higgyék el, lesz rá jelentkező. Az is járható út, hogy díszállatkereskedők többsége lehet, hogy nem fog érte pénzt adni, de be fogja fogadni azt a halat, pont azért, mert ő vagy tovább tudja értékesíteni, vagy pedig azért, mert felelősen gondolkodik az állattartást tekintve.